Lesz egy Hello, előtte hello. utána kép. Lesz egy Sziasztok. előtte utána kép. Hello, hello, sziasztok. Szia Pityer, szia Sziasztok. Zulu, szia Solya, szia Tibibá, szia Tamás. Végre összét, Tamás is itt van közöttünk, végre összét, így. Hello. Sziasztok. Hello. Hello. Ahogy egy kis közösségi kis vonulás lesz, majd Pasó be fog időközben majd csatlakozni. Hát nagyon fajn. Csinálunk innen is egy fotót. Szia Zoli, hello, hello. Na, üdv mindenkinek még egyszer. Köszönöm szépen, Pritjesz, a Prime-ot. Ó, most a villogások. Szuper. Na. Adta mindenit. Nagyon durva. Na, srácok, akkor kéne egy olyat csinálni, hogy keresünk majd valami vonulni való kis dolgot. Azt szeretném megkérdezni, kinek van a legkisebb képzettsége? Nekem 19-es szinten, és akkor mindjárt mondom, hogy hogy van a... 16-es. Hanyas vagy? 17-es. Akkor Tamásnak. Akkor olyat akkor kell választani, amit Tamás tud vinni. Vagy amit Tamás lát. Magyarán megvan a 17-es szinttel, hogyha kijövünk ide a fuvarokhoz, és akkor nézzünk olyat, hogy vállalkozói fuvarok. Budapest. Szerintem a végén, mit tudom, ilyen Pozsony, vagy valami ilyesmit, azt elméletileg látod-e, Tamás? Van egy bulldozer, van Budapestről Dortmundba. A hány kilométer? Ott felülírja, itt felülírja, hogyha ha rámész. Hogy hány kilométer van? Mennyi? 1229. Kisebb nincs esetleg? Már hogyha véletlenül jön időközben, Pasó be tudjon csatlakozni. 1001. Az jó. Van itt a legutolsó, az 200 km, az nem jó? Debrecenben. Végül is úgyis jó, mert vagy, tudom menni... Vagy tudsz menni Grazba, az 353 km. Van az egy jó. Budapest. Vervónában 852. Á, attól kisebbet kell néznünk, mondom, ilyen 503-500 környékét. Tessék, akkor Budapest-Linz, hogyha azt mindenki látja, az 508 kilométer. Jó, akkor azt vállalod el. De azt látja mindenki? Akkor igen. Én nem látom, nekem Cserepes virág van a Pest-ről Dresdába. Olyat keresél akkor, ami ilyen 500 kilométer környékén... A használt műanyagot fogja ő is látni, úgyhogy nyugodtan elvállalhatod el a lincit. Biztos? Biztos. Aha. Azt mondja, hogy... Van használt műanyag Pécsre. Na, jó lesz a linci, szerintem vállalja. Jó, az is a linc, azt akkor menjünk oda. Ha látod, akkor onnastól kezdve már jó lesz. Annyi Pityesz, hogy fel kell vegyed. Ja, ha felveszed, fogja. Akkor már onnan... Jó, hát azért el kell menni. Így van, igen, igen, azért el kell menni. UTV-bá 109-es MS-sel, az szép. Hát, nekem van egy használt műanyagom, mondom, Pécsre. Igen, most nézem. Mindjárt megnézzük, hogy Pityesz, amit el tud vállalni, és akkor megnézzük, hogy, hogy azt, azt te látod-e, elméletileg látni kéne, mert az nem egy hosszú táv. És mivel látsz műanyagot, innestől kezdve az neked is jónak kell, hogy legyen. Mindjárt megnézzük, és akkor ha elvállalja, akkor a kéne a főmenübe. Ahogy látom, a Carrefourba kell fölvenni. Akkor innestől kezdve látni fogjuk mindannyian, mert az a baj ezzel, hogy tehát valamit látunk, valamit meg nem látunk közösen, és miután az egyikünk felveszi, onnastól kezdve valószínűleg mindenkinél láthatóvá válik. Akkor de kimegyünk ha látja, van egy másik, az is ugyanígy lízbe megy, csak ott nem használt műanyagot kell vinni, hanem valami mást.
Biztos, akkor hogy nyomunk egy escape-et, kijövünk a főmenébe, ott fent van egy a menet rész. Elvállaltam. Ó, már látja is Tamás, akkor jó vagyunk. Ú, de jó néz ki a... Hát én egy kicsit így. És indul a menet. Zulu mennyi? Ú, de jó festése van annak is. Ezt az egyet sérelmezem, hogy a Scania-nál a gyári festéseket is lehet színezni, a Volvo-nál nem. Hát nem akarok megbántani senkit, inkább magamba folytom a szót. Attól még nem lesz egy jó kamion a Scania, hogy át lehet színezni. Köszönjük. Én nem használok modokat, ez a legerősebb a játékban. Papíron. Csak a Scania széttépi, mint a papírkutya. Na, mindegy. Tehát amúgy meg mindegyik kamion jó, mindenkinek megvan, ahogy hívják. Ja. Én nekem nem tudom, nekem külsőleg nagyon tetszik a Scania. A Volvo-val is mentünk, mert a, ahogy hívják, ha mentünk, mikor a hungarokamionos ponyvás festéssel menegettünk jobbra-balra. Nekem ugye a Volvo-ból nem ez a fülke tetszik, hanem a nagy 750-es, csak annak a műszerfala nem úgy látszik, mint ennek. Azért megyek ezzel a fülkésre. Laci, nagyon szépen köszönöm a szubot. Köszi szépen. Köszönöm Ári nevében, meg Gábor nevében a feliratkozást. Tibor, tolsz egy személyautót, csak szólok. Direkt. Ja, direkt? Jó van. Persze. Beigazítson középre, innen oldalról? Tehát, hogy akkor biztosan úgy told el. Nem már, és miért nem én kaptam az öt kontinert? Hát ez most mi? Hát ez ilyen. Cseréljünk már. Amúgy a többiek kerülővel mennek, vagy mi a terv, vagy csak... Nem. Nem én megyek elő, mondta, én nem látok ki a szélvédőt. Csak beálltak ide előre, hogy... Mindegy, az eleje menjen, én úgyis a végén fogok menni. Ahol főtartjuk, mi addig szépen a forgalom. Várjál, hogy ezt mindjárt, megyünk csak. Bevárjuk a többieket. Ennyi, mennyi nyugodtan. Menjetek, menjetek, majd mindjárt követlek benneteket. Csak egy lőrést hagytál ott magadnak, amin kiláthatnál. Mert annyira fel van szépen díszítve? Ja, ja. Hát az összes létező zászló, ez a bogár, vizé, krómos rács, minden rajta van. És ha adták a DLC-hez, akkor használni kell. Le is van fóriázva. Várjuk meg a streamert is. Én nem tudom, Bence, mindig a főnök van lemaradva a követést. Komolyan. Igen, mert én nézem éppen. És már írt is privátba, Laci, úgyhogy... Igen, mi tudjuk ezt a dolgot, úgyhogy... Közben... Itt... Hát na, ennyi az annyi. Na akkor, megyek én is, jó? Hát ideje lesz. Az eleje az mehet, nyugodtan. Egyébként senki nem szabad semmit, mert van Merci, meg Scania garázsom, és több is. Volvom csak nekem van ilyen. Előrébb megyek, hogy ne tartsuk ennyire fel a sort. Igen, mert aztán rövid esetben... Én megyek hátul, nekem kis kamionom van. Ja, mert rövid. Ezért lábbal löködöm. Ne gyertek utána, nem erre kell venni. Baloska. Az... Igen, Tibit azért úgy... Elsindítjuk és eltéve. Körülbelül. Ja, csak Tibi... jobb alsó sorokban van a GPS, ez mutatja. Hát... És olyan beszél, aki nem látja a szélvédőt. Meg jó. Igen. De legalább jó, nem én szoktam felborulni.
Gondolom, akkor már látott egy pár darab rájúkat, figyelzi! Nagyon jók vagyunk. Na, megálltam a megállni tilos tábla elő. Nagyon jó. Az jó, nem? De szerintem menjetek. Már én is itt vagyok, aztán veszem fel a... Jól van. Az úti csomagot. Hú, majd lassan meg. Egy piros lámpa elég ahhoz, hogy lemaradja. Ja, büntetés? Van valaki negyben? Nincs. Nincs. Legyen? Nem, csak hogy megálljak-e a pirosoknál. Ha már hát ilyesülünk, ne állj meg, sose érünk oda. Nekem még tankolnom is kell majd valamikor. Nekem is, nyugi. Akkor majd az első benzinkuton megállok, jó? Jó, odáig elmegy. Még tankolásra én is. Elég. Fél literes pálinka itt van, hogy tudjuk tankolni. Úgy van. Hát még... Ez még zöld volt. Nekem itt a hűtőláda. Be van készítve. Amúgy tényleg, Solya itt írta itt a menet előtt, hogy nála van a garázsba sör, üdítő. Zulunál meg van a süti készlet. Úgyhogy majd... Hát azt ne osztogass, de azt hozzátok, majd lefeleszik. Oké. Okay. Majd menet közben majd, hogy hívják. Mondjuk az alkoholmentes nem. No fasz. Csak is süti. Az jó. Csak is. Hát ott mindenkinek, csak érjünk oda a fuvarba. Itt van bent a hüttőre kezdve. Nem tortát kapott ma, hanem sütit. Ó, nekem is sose. Látom, megy a vonulás. Na. Hello Gábor, szia-szia, köszi szépen. Így van, a vonatokkal vigyázunk. Így van, pontosan. Tényleg, sikerült már valamit kihámozni esetleg a fórumból, mert én nem találtam nagyon semmi extrát azon kívül, amit küldtem tegnap. Nem elengedted, ó, basszus. Tényleg, egyébként van más olyan márkás cuccod a gépbe? Mit tudom, billentyűzet, RVG-s ventilátor, tököm tudja, valami ilyesmi. Van-e még neked, amikor korszélyes? Nincs. Mert igazából azt találtam, még hogyha több ilyen RGB-s vagy valamilyen dolog, ott már jött el ilyen probléma, és ott, amit átküldtem neked, az alapján ki tudták szedni ezt a hülyeséget, de mást úgy konkrétan nem, hogy fülesre, és nekem nem is csinált ilyet abszolút. Hát ha működik a füles, akkor azzal nincsen gond. Szerintem, hogyha majd lesz egy Windows újra telepítés, ha lehet, hogy akkor ott ez meg fog szűnni. Kamikaze! Beragadt a vét. Ja, hogy nem látod, hogy hány százalékon van. Figyelj, még igen. Lesz itt egy üzemanyagút, behúzzunk? Nekem nem kell, odáig kibírja bőven. Ja, jó. Akkor majd ott elmenjünk alattuk a fuvar tankolni, még nekem is elég annyi.
látom, Roy beért minket, úgyhogy... Igen, azért jeleztem, hogy itt vagyok. Hallógáz. Mindenki kapaszkodja. Jaj. Az AI-ra ráhoztam a szívbajt, és Zulu elől kimenekült. Hát na. Muszáj. Tehát azért... Elindulunk ennyien, azért rettegjenek már tőlünk az AI-k. Egy kék autó nagyon menekül, már ott van valaki mögött. Vigyázzatok, a külső sávban megállt egy két autó. Azt hittem csak egy, de kettő. Összeszedték magukat, jó van. Kezdődik, apa kezdődik. Nem én voltam. Aha. Megerősíthetem, láttam. És a zöld? Hát ez a tanker, ez nekem jött. Oké. Így van. Soja meg Zulu itt van, meg Pritjesz is. Gábor írja éppen, hogy ismerős a hang. Itt az AI-knak 50 van. Úgyhogy slalomozunk közöttük. Úgyhogy majd akarom megcsinálni ezt a szervert, akkor majd megbeszélem majd Boxerrel a dolgokat. És akkor ezt összehozzuk úgy, hogy akkor erre fel tudunk jönni bármikor, és akkor tudunk majd vele játszani. Most egyelőre még csak ilyen tesztelés alatt van. A múltkor már teszteltünk egyszer, de úgy voltam vele, hogy hát ha azóta valami változás történt. De sajnos nem. De ez akkor ez a rendes izé, ahol lehet írogatni a izét, azt a menetnaplót, vagy a gyászt? Nem, hanem magába a játékba, tehát az RTS-hez most már tudsz telepíteni egy szervert is. És tudod használni szerverként, tehát ugye, mint a konvoj módot, hogy nem létrehozott, hanem már van egy adott konvoj, és ahhoz úgymond be tudsz csatlakozni, tehát ugyanazt a pozíciót csinálja meg, csak hogy ne legyen annyira terhelve az internet, amiatt gondoltam arra, hogyha megcsináljuk ezt a szerver részét, és akkor oda csatlakozunk, hogy annyira nem lesz megterhelő senki számára. Itt a szinkronizálás miatt, mert az egy ilyen virtuális szerver csinálná. És akkor Tibi is ment. Megálltam, hogy ezt gyárném az úton, majd figyeljetek. Látjuk, köszi szépen. De miért megy át a másik sávba? Ezt valami ATS-ben is eljárt. Hogy van neki az? Hát kijött előttem a kék kocsi, és a külsőből bevágott a belső utakon a kamion, és ezt most megmondottam, hát mert csak Pozsony fel akar menni. Úgyhogy... Még jó, hogy erősen van állítva. Igen? Boy. Mi már itt összekevertük előtted, hogy merre akarunk menni. Nem számít. Gondolta, én innen menekülök. Jó, rendben van, Zolika, köszi szépen. Oké, és szuper. Kicsit lassítottam Bruce-án, mert a... Jó. Hátulja lemaradt. Vettem. Persze, hogy betartja az alja 40-et. Ugye? Nem baj, addig utolérne. Ügyhez már megérkezik. Jogról mindig lehet előzni. Ez igaz. A volt rá példa a múltkori vonulásnál, hogy nekem nem jött össze a jobb oldali előzés, mert beszűkült a kanyarolósáv rész. Mi történt?
A széle valami, pedig nem értem hozzá elméletileg a szalagkorláthoz, hanem nem. Dehogy nem. Ilyen bicikli úton bármi előfordulhat. Főleg az, hogy keskeny. Még itt majdnem benéztem, majdnem tovább mentem. Nem is elhúzta a szalagkormány a kormányt. Jó. Én is megpoccantottam a konténert. Na, mindenki ott hagyott egy csíkot. Na, figyelj, legyen már kis sárgás-zöldes festése. Mi? Hát... Rózsaszín, ne hagyd ki! Kedves ja. Megló! Ennyi. Hóha. Nézd, már nem tudom megelőzni. Hóha. A tartályos előttünk már csinálja a fesztigyát. Na, úgy van, gyere be, bár. Gyere be, öcsém, gyere. Döntsd ván el, hol akarsz menni. Úgy. Mindig fent kerestem pedig a GPS-t. Úgy döntöttél, lepofozod? Hadd álljon meg hát. Előttem? Oké, okay, jó. Nem, le kell kanyarodni jobbra. Azért csináltam. Azt értem, de hát ott jöttem mögötte, várható összele, hogy a blokkolja a kamiont. Tibi mögött azért ott is vannak rejtélyek. Lassú, igen. Még máma, úgy ügyes vagy. Csak én is arra megyek, basszus. A terep tárgyat ott hagyjuk. Hát ott a kanyar előtt. Ja. Én is azért ráhúztam a kis autóra, a kis puttonyosra. Érezze a törődést. Azzal mi nem találkoztunk. Hát tudom, hogy le van maradva. Hát én olyan, mint a borra való, csak le vagyok maradva. Nem kapcsolt rettenetes, lehet. De kihagyta bele a motort. Igen. Lábbal tekeri. A Flintstone-os. Ide. Lánchajtással nehéz előzni. Meg most kijöttem külső nézetbe egy kicsit. Bevered a fejed a plafonba. Ám már táblákat fejelgetem itt a kéket. Mindenki az ideális évent anyarodik itt előttem, látom. De ő nem kell utánam jönni, csak felfedezzél körútra meg. Ja, bementél benzinkútra? Igen. Igen, néha Tibi csinál ilyen furcsaságokat. Pál busz meg fogta brigyezni. Te még elcsúttyadtál előtte, hogy beérkezett mögé.
Az a baj, a ATS-be iszorultam be a ház meg a kamion között, úgyhogy én már nem mertem bemenni. Meg drága volt ez a festés. Krisztián meg engem szorított. Na. Bocsánat. Hello, mi? Jöttek, láttak, kopogtattak. Köszönöm szépen. Krisztián, menjél csak. Én se engedtem be, bocsánat. Majd azt találtam még ki, Tibi. Majd így bohóckodás szempontjából. Majd berakjuk ezt a buszos dolgot majd ide. Kipróbáljuk azt is, hogy busszal milyen. Jó. Milyen távolsági busz. Valami jófélén. Hát valami jót, hát figyelj, magyaron már voltunk Ikarusszal, akkor itt is valami. Valami extravagáns kitalálunk. Két emeletes neoplánt. Akár, persze. Ahhoz kell valami külön mód, vagy? Hát maga a busz. Busz volt, meg a passenger mód volt, tehát a fuvar, amit el tudtunk vállalni, az volt hozzá. Mondjuk, ami nagyot ütött volna, és az kár, hogy azt nem csinálták meg például benne, hogy a csuklós busz. Közben gyorsítok, mert látom, összerázolottam ezen. Még Roy egy kicsit hátrébb van, de ő nézi a Steam-et, tehát... Hát, nem szágoldozom. Jövök, Prityesz is itt van mögöttem, mert ő is bement a TV után felfedezni a benzinkútra. Nekem nagyon kevés van felfedezve. Nekem is ez a bajom mindig, hogy az tök szürke mindig a benzin. Ah, itt meg van egy látnivaló egyébként, csak szólok. De ne fékezzél be, Tibi, jó? Okay. Mi történt, hölgyem? Én nekem elkezdett cikcakozni jobbra-balra, inkább nyomtam egy féket, mielőtt felborulok. Hát ne hangosd a kormány! Végül is jó, mert a három sávból ötöt elfoglom. Így az van. A legjobb. Volt már olyan, amikor a szembe jövőbe is mentem. Hát itt azért nehéz átugratni. Hát itt nehéz, de mondjuk a svéd részen volt, vagy a norvég részen vannak ezek a kis korlátok, ilyen térdig érő korlát is. Promócon mentünk együtt Pasóval, live után még, ő is csinált belőle egy live-ot. És akkor, amikor ott haladtunk, akkor én átmentem a szembejövőbe, mert pont jöttek, mikor előzni apartam. Amit csináltam képeket, azt majd hova hozhatom meg? A játék megosztóba, gyere be a belsőbe, soljon, mert neked fog menni az a gyök, hogyha ott nem marad három sávon. Köszi! Használja a tükröket? A maga az AI nem. Ez. Úgyhogy a játékos megosztóba oda nyugodtan fel lehet rakni az ilyen képeket. AI-t likvidáltam. Oké. Okay. Engem is. Zulut is. Zulut is. Tényleg ő is ott volt még mögöttem. Nyomdogom. Simán elszorított a Prityesz. Én nem tudom, hogy... Olyan átugott a szalagkorlátok. Lehet, hogy közben izé volt. Beugrott egy kis World of Tanks-ra. Spotolódott, bazd, mert nem tudtam mit csinálni. Jön a vonat, Gabi! Kimegyünk jobbra. De megijedtem. Oké, jó. Mind a kettő meg állt, király.
Vigyázzat, mert megint volt egy kocolós itt előttünk, aztán meg is állt a kamion vészvillogóval, de egyébként jobbra megyünk. Nincs lement jobbra, megállt a kamion, megint. Erre jobbra vagy másik jobbra? Na, hát szólt a kobra, talált ki. Jobbra, jobbra. Így van, szép volt az alakútban. Milyen jó visszhangzik a duda. Legalább a hangeffektből jól megcsinálták ezt a részt. Hoppá! Belsőbe! Gyere majd, Zulu! Ott van egy lassú járműja. Küldje. Nem csináltam vele semmit. Oké. Okay. Nem, azt tudom, csak lelassított. Nem tudom, mostanában megint azt vettük észre, hogy kanyarív előtt olyan szinten besatuzik. Az AI. Valamiért, nem tudni miért. Elég várnak itt a buszok meg a mindenek. Igen. Nem szeretne felborulni lehet. Ha már csak 14 kilométer. 11, ne csalja. Most már igen? Jó, van itt minden benzinkút, szerviz, amit kívánok. Café shop. Kárvas. Végzulu. Körforgó van itt fent, pont hogy feljössz itt a emelkedőn. Ó, de jó helyre kell betolatni, az igen. Már van ilyenem, akkor használjam. Az aj milyen szépen megvárja, hogy itten besorakozom. Nem mer kijönni. Nem mer kijönni, fosik mi. Megjött a magyar különítmény, úgyhogy például, hogy valaki kiszáll egy ilyen jó kis pályszerrel, az végével rajta kettőt. Ez jó sót. Már is arrébb áll. Csak nyugodtan. Ale
annál kisebb helyen akarunk megfordulni? Igen. Lelőtted arrébb az IBC-t? Nem, hozzá se értem. Kérdezem. Egy megvárod, mit ezt? Akkor kimegyek. Itt te behajtani... Jó lesz bejönni a kútra, nem? Kell a kihívás. Ja, ráadásul szembe! Várunk, ha megy ide is, jó? Eszünk valamit. Oké. Hello, mi? Hello, mi? Bocsi, beelőztelek. Itt jobbról, balról, előről, hátulról, mindenki tankol. Na, rendelem. Ez olyan, mint a gruppen, tudod. Egy dologra kell vigyázni. Ki nem maradj belőle. Ja. Azt hittem, ne te legyél középen. Végülis. Opa, 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 opa. Miért álltál meg? Csillagvilág. Úgy napadtattam, hogy... Azt mondta, megy a Mekibe. Én mondom, jó van. Én meg tomtam egy teli lükvercet. Jó, oké. Kérsz, ide jó. Bánom én. Jóska járna. Egy kutya. Most már mindegy. Azt azért megnézném, hogy hány táblát döntöttünk ki, amíg itt megtankolt mindenki. Hát nem tudom, de én egy autónak megkimentem. Mondjuk elméletileg Tibi szokott lenni az ilyen tábla specialista. Igen. De én meghagytam most minden. Azért tudtuk mi kivinni. Igen. Szerintem én átmegyek a szert. Átmegyek a szert. Hát én egy rövidebb fúval találtam, és az is 700 mozzon ki. Vissza Romániába. Én Audi-san beparkoltam, vagy hogy szoktak BMW-sen? Tehát kettőt is elfogadok én. Figyelj, biztosítod az autódat, hogy jó helyen legyen. Azt mondja, fuvarok, nézzünk valamit akkor. Innen. Azt mondja, hogy hát ilyen 700-ot nekem a legkisebb a Dortmund, nem? Mannheimben is van innen. Van Malmö, Frankfurt. Néztek egyet egy percességet. Nekem ilyen 700, amikor az ilyen betonpillért kell vinni, nem fémgerendát. Hát a sima fogon azt tudja mindenki hozni, úgyhogy ez jó. Tamás, nézzél már valamit, amit... Amit te látsz.
amit te látsz, és akkor mit tudom, ilyen 500 környékét, jó? És akkor azt mi is majd elvállaljuk. Rendben. Mindenki jön. Kíváncsi leszek a szerviz költségemre. Na. Így. Felét a Tibi bálja. Tényleg van, és már megnézem ott a szervízbe, hogy a sárga villogót ebbe a kis halogénes lámpába lehet-e nyomatni. Beton gerendák vannak Linzből Debrecenben, 662 km. Nekem teljesen mindegy, hogy merre megyünk. Nekem is jó. Tibi bácsi, Debrecen, neked fel van fedezve? Tibi bácsi, persze, elment. Igen. Jó, ma mindjárt akkor hogy hívják? Megnézzük. Kérem meg rám teleportált a busz. Pozsonyába is van fúva. Nem küzdök. Az nem tudom, micsoda? Pozsony. Az hány kilométer? Pont ő 73. Hát jó az is. Ó, lehet vinni bazsalikomot. Na, ezt a fuvart fölvesszük, aztán elfelejtjük leadni. Razeres csatornát kéne vinni. Jön pasó, úgyhogy szerintem most már várjuk meg. Most így jutott a játék. Jó, na, szuper. Akkor nem hallok semmit. Jó, akkor addig pihívom. Addig én is újra töltöm a tölteni valót. Addig beállok a csatasolba. Mi nekünk csak a zweite Klasse jutott, Christian? Igen. Majd. Most már úgyis sötétedik, ha jól látom. Ja, elütöm ezt a portást. Ha rossz helyen van, nyugodtan rá lehet menni a lábára. Mindig a magyar térképpel röhögtünk, hogy ott integetett mindig, hogy erre gyere, ne menj arra. Hát mázlia van, mert van előtte valami vasoszlop. Tibi már jól tud kocolni, lehet, hogy ő neki kéne akkor kiütni azt is. Full gáz lökőzve simán. Nem volt sok a szervizdíj, úgyhogy nem kell kifizetned a felét. Pont akarom, hogy átutalom. Én utalok. Van 75 millám. Az jót teszed, mert 350 ezben van, csak úgy húzzunk bele. De gazdag vagy. Ugye? Jó, de mondja, én is csak 3000 pár százat fizettem. Nem tudták leradírozni Pritjesznek az öt festékét az oldalára. Leradírozni? Az kamionbeállító. Megnézem, hogy ezt a ilyen sárga villogót lehet ide rakni. Thank you.
Ami most a tetején van, az nem tetszetős számodra? Nem azt, hanem hogy itt, amik vannak ilyen LED lámpák, arra gondoltam, hogy oda is kéne rakni valami sárga villagót, de most még nem akaródzik. Hát emetleg a két szélén kellene, hogy fölkínáljanom. Aha, itt van. Aha. Na, hogy látszik, Pasó, csak a játékot indítottál. Még nem hangolódott rá. Oké. Okay. Hello, hello. Pasó. Hello, hello. Hello, hello. Hello. A lézerbe, a szervizbe gyere majd. Modokat kikapcsoljam? Igen, igen. Az összesen. Azt nem állítom. Jó lesz ez így. GPS sincs. Nincsen semmi. Semmi. El fog tévedni. El fogsz tévedni. Hova menjünk? Én az első kanyarnál az egyenesen. Az tévedés. Angolul van benne. Turn light, meg turn left. On the road. Rallyba, mi? Ahead. Ó. Oh. És csak azt adja be, basszus. Csokot kapott a játék. Azt hittem nappal lett, mikor Roy felkapcsolta a lámpákat itt előttem. Ugye? Hogy ezt lámpa beállítása van, mert falra világított, hogy... Hát csak előre van jogsunk. A Zulu meg hátra fel tud találni. Melyik garázsra kell menni? Linz. Ó, németek, vagy hol van ez? Osztrák. Vissza a garázsba, úgy menjek? Aha. Igen. Szabad a szervizállás. Jöhetsz, Pasó. Mit csináltak ott? Egy ilyen festés, ahol mi? Igen. Mikor állítás. Nem sötét van. A tábla borogatás volt, és utána javítani kell. Azt írja, hogy csúnyán beszéltek, akkor nem jöhetek. Jó. Akkor szépen beszélünk. Szóval még 18 év alatti van. Csodamázd, hogy volt még egy hely. Betréselted magad? Igen. Hogy hol vagytok? Ott majd néhány kép. Még mindig Linzben, a szervizben.
Jó, az a világ végén van, én a garázsba jöttem. Igen. Mindenki meredte nézi a szerviz kulcsot, hogy mikor jelenik. Én nem. És Adán, tudja. Még egy volna. Az egyiknek utas van a jobb oldal, a másiknak valaki. Megvan, mit viszünk, gyerekek. Helikoptert. Linzből Temesvárba. 793. De azt nem biztos, hogy tudja hozni Tamás. Mert az azt hiszem, törékeny vagy drága, vagy valami ilyesmi. Törékeny, sürgős fuvar, meg értékes rakomány. Azt én sem láttam egyébként. Ne, akkor jó. Akkor ha elfogadod, lehet. Akkor valószínűleg utána én már tudom vinni, csak jelenleg én megyek. Ők vegyenek fel akkor valamit. Vagy próbáljuk meg, ezt legfeljebb visszamondod róla, azt is lehet. Na, van itt egy jó, ez teljesen jó, Kataniába, ebbe izét kell vinni, nagy markolót. 1837 km. Van egy homlokrakodó. Azt elrontottam, azt mondta, hogy 10-ig ráér. Ja. De már benyelte. Én akár 11 is. Mi szabadságon vagyunk a héten. Na, az jó. Na akkor elvállaljam ezt a Temesvárt, ez 793 km egyébként. Megnézzük, az hogy... Ez nehéz fuvar? Nem nehéz fuvar, csak törékeny. Sürgős, tehát van a pohár, a három vonal, meg a csillag. Hát a szerencsém, hogy ezt próbáljuk. Mert azt meg innen kell vinni rá a szomszédból. Jó. Ahova vittük a cuccost. Tehát fel, aztán meglátjuk, hogy Tamás és... Ki az, aki még kisebb? Szintén. Tibi Bakken. Hát, vállalom is nem lett. Meg kell nem jönnek. Ennyi itt el, ezért kártyázunk a szervizbe. Na, szerinted be tudok menni? Buszos itten kijön feleslegesen. Úgyhogy a sor lett itt hirtelen. Szép volt, Peter. Ezért kapcsoltam fel a lámpákat. Nagy lendülettel belemenjek a kapu. Hova lesz a menet? Vártok meg már. Posped. Csak nem tudok bejönni, mert pont itt állnak az autók. Nyomok egy entert, vállalkozói fuvarok. Itt van fuvar elvállalása. Elméletek, elvállaltam. Gyakorlatilag nézzük meg, hogy mindenki látja a fuvart. Nekünk meg kirakják a pótot itt az útszélére, mert van egy kis dugó itt, ahogy elnézem. Én látom a fuvart. Látom, hogy el is vállalom. Én is látom, elvállaltam. Tamás? Nem jó, nem jó. Nem jó a színe. Igen. Azt majd állítom rajta. Hopp. Spiros. Lehet volna vállalni, hogy ő tudja milyen szín kell. Ez nem jó. Csak az ön. Gyertek vissza, mert itt hátulról is vissza lehet jönni. Vagy be lehet jönni. A hátsó kapun is be lehet jönni. Itt, ahol vagyok. Semmi buzulás. Így van. El lehet férni amúgy itt mellettük is.
Már gyors hajtással indítottam. Csak én. Hát már nem lehet elférni mellettük, mert a hülye kamion beállt az útban. Milyen sok tartálykocsit? Én jövök Tibibe utána. Oké. Nekem itt van, a Royal. Nekem is. Akkor... Ó, ki elvitt a... Akkor óvatosan, állj meg Soja. Hogy jöjjek ki, és akkor lesz helyetek. Vigyázz, Tamás! Bocsánat! Az a baj, hogy előrefele nem tudok kimenni, mert ott valaki dugót csinált a kapuba. Melyik volt már az? Tibi, illetve a rendőrkocsival. Menjél, Brigyeszt megálltam. Próbálom tologatni. Az büntetett meg. Állj a bosszút rajta. Na most már elvileg befértek. Már túloldalról kell fölveli, nem? Nem, innen. Megigazgattam elindult. Innen. Hát ha már eláll a pó. Nekem a másik óraról volt a izéja. Mindenkinek másoknak. Ja. Nekem a lejáróból kell felvegyem. A feljáróból. Igen. Na, Tibinek végre összehoztuk az álmát. Hoppá! Hoppá, Tibi elém tavat. Valakit kidobott. Gyere vissza, csatlakozzál vissza is akkor. Ti a balról vagytok? Játékállás betöltése, ugye? Igen. Tölthetsz egy rövidet is, ha úgy érzed, nem csak a játékállás. Meg kéne engednünk itt ezt a dugót. Gyere Tibi, aztán induljál meg. Jövök főn. Melyik a duda alapból? Aha, nekű! A gyári gagyi az meg N. Nem, a gyári gagyi a H betű, a kürt meg az N. Igen? Hát... Fordi, melyik az azon a... mikrofon. Nézd rajt? Mehetem benet. Melyek később, megvárom még. Tamás is jön, azt akkor felveszi. Ott. Ó, most jön szemből, persze. Várjátok akkor. Szerintem az autópályán sorakozzunk. Itt nagyon jó. Sokan van. Ó, milyen jó sötét le. Ugye? Itt semmit nem látunk a helikopterben. Ha beérünk, addigra világos lesz. Oké. Szépen óvatosan gurulunk. Meleg, és viszed a táblát magad, de egy kicsit oldalt kilóg, majd felakadjál.
Elhagytad. Elező haladási iránytávla. Van egy fényképezni való, amerről jöttünk, ott én majd megállok, jó? És fotózom. De akkor menjünk oda előre, egyenesen. Míg, azt akkor majd még fotózunk, addig utolérnek a többiek. Jó. Egyenesen a... kell fotózni. Igen. Igen. Előttem megállt az Zoli. Gyere leállóságba, pasó. Van itt másik is. A leállósáv a gyengék fegyvere. De jó, hogy itt ennyi sáv van. Van egy kérdés. Zulu lemaradt. A fotózós helyen úgyis megvárik. Előrébb menjünk, hogy ne legyen itten gond a... ...laika, hogy feltorlódnak. Milyen kubaiakkal? A migránsokkal. Brazil vendégmunkások. Hát öcsém, ha rám húzod a kormányt... ...azért. Kikapsz. Bassza meg, és rám húzta a kormány. Ne gyere utána, Tibibá! Azt akartam mondani, igen, hogy ti már... Rám húzta a kormányt, és rossz fele mentem. Mondják, megfordulunk. Szerinted... Voltam megetted, de egyébként arra mutatja a... Ja, de most már igen. Fotózni akartam, most... Pont ellenkező irányba ment. Ők tudna egy rövidebb utat. Nem, egy hosszabbat tudom. Na, hát megállok Tibivel, megállok. Oké. Okay. Azt mondja, hogy nézzünk egy olyat, hogy itten eltoltuk a dolgokat. Ide vissza kéne kanyarodni. Milyen messze fogunk Tibi megállni, mert... Hát, ezt így nem tudom, egy 20 kilométer állunk. Itt ez a kő, ha lemegyünk alá, így ahogy most az, bocsánat, az nem hoz vissza a fő ezőre? Hogy vissza hát, tudjunk menni, vissza kell tolni. Vissza kell tolni. Nem, de hát ez ami ott most levisz jobbra. Hát most 1-200 kilométert tolottok, az nektek semmi, nem? Főleg így, hogy állnak mögöttünk már. Úgy 5-6-an. Haladva is működik a kormány. Igen, persze. Ha? Mindegy, mivel tolattok, csak forgó zsámolyos legyen. Így se lett jobb. Így ma még hosszabb lett. Megálltam. De nem sokára megállunk, pasó. Okay. Balra lesz a fotózni való. Szerintem ez a kivilágított épület. Valami jobbra.
Nem, balra. Jobban csak megállom. Nem, nyert, mert felettünk ment el a híd, ami visszaforgatott volna. Igen, most nézem, hogy a, itt van a... Forgatom fölre. A melki a bátsága. Azt kellett fotyózni. Tovább menjünk. Amúgy ezt a helikoptert miért ilyen traileren visszük? Ez úgy gurult fel. Ja, mit kell megnyomni, hogy tudja fotózni? Hosszú! Lefele nyílott a kormányon. Meg a space-szel állítod, hogy napközben legyen esetleg. Ti most ott álltok? Igen, a leállósávban. Küldetés van. Ja, ez nekem vizé. Megint másfele mentek rajta. Tudom. Ja, visszafordítót kereste, mert sajnos a, az a pont a fejünk felett. Pont nem az. Az belsőbe gyere Tibi bácsi, mert... Igen, látom. Balhé van. Mehetek jól a fele is. Följöttök, izé? Totya mondta. Majd meglátjuk, jó. Igen. Szóltál volna arra nekem is szülkett. Meg. Köszi. Nézd már meg. Akkor menjünk tovább szerintem. Oké, okay, menjetek. Itt nem jössz? De csak én rosszul álltam meg, úgyhogy én már itt állok a sávba, azért hogy menjetek. Ja, értem én. Később vettem észre, hogy itt álltok, és akkor kilóg a senki. És neked bent vannak a büntetők, igaz? Igen, engem már megbüntettek az előbb. Remek. Akkor próbálok figyelni, jó? Még mielőtt felvettem a fogart, már akkor megbüntettek. Ja. Az erős kezdés akkor. Igen. Mindig időbe szól a játék, hogy figyeljek. Puff, itt a bírság, szevasz. Ja, világos lesz. Kemények vagytok, akkor 8-as gombot nyomjátok meg a billentyűzeten. Mhm. Várja, melyikkel kell menni? Ez lesz áthajtós. Megyünk jobbra. Ne gyere Tibivel utánom, mert ez valószínűleg nem enged-e. Hogy a nyolyas. Már nem utánad mentem a másiknak. A jobb oldalt, ahol nincs sorompó, az ugye lehet, hogy jobb lesz. Gyűjtik az XP-t. Uh-huh. Ah, felfedeznek, mert szürke nekik az. Nem vé. Nekem szinte minden szürke. Ja, le is vonta az UD-t. Legszélőre nem. Egy két hete játszottam ki a játékot. Az mit te pap? Megcsináltam a Steam-en lévő összes achievementet, és most kaptam 3 újat a következő DLC-hez. Amit még nem tud megcsinálni, mert nincs a következő DLC-nod. Fölfedezek. De a, itt is kiraktam talán a képét a valahova. Én csak ilyen vendégmunkás vagyok, én nem szoktam nézni a DC-t. Az meg, hogy ez is sorompós. Mondtam, hogy a legszélén, ott nincs sorompó. Nem hallottad? Én hallottam, csak nem figyeltem. Ja, értem. Tolatott az autó. Merci, bácsi. Mennyire? De mehetünk gyorsan, hogy minden követnek. A pasó miatt nem megyek gyorsabban, mert neki benne van a büntetés. És nem itt kell kivenni. Mi meg, hát megtör oldalról a gyökér. Vártunk.
Ben van a büntetés is, meg a sebességlimiter is. Igen, igen, és azért nem elég gyorsabban. Krisztián balra kell majd. Hogy te Tamás vagy? Vagy Krisztián? Tamásnak szoktak nevezni, vagy hívni. Okay. Okay, jó, Krisztián. Hogy ideig mindenki Krisztián az ott. Igen, itt Kriszteztünk meg, Krisztián lesz. Értem azt, hogy ne legyen Vita, legyen Béla. Azt akartam mondani, legyen Béla. Béláim az úrba, menjünk el gondolkodni. Azt is értem. Kicsi a lóca, nagy a VB. Nektek most hány kilométert írtib? 563. 753. Az királyság, 750-nél vagyunk benne. Tök jó volt ez a kis kerülő. Aki szorgalmas. És csak visszatettem egyet, hogy még 500 kilométer francba, mondtam, hogy balra kell menni. Jobbra megyünk. Mondjuk én ilyenkor beszoktam kapcsolni az angol GPS, és akkor ott mond ilyen left. Melyik jobbra? Hát attól függ, hogy nekem jobbra, vagy neked. Nem ez kell nekünk, a másik, nem? Igen. Azt bírem. Még amíg... Ez nem sürgős kor, amúgy. És nem szóval. Jó, hogy nem kell aludni. Belefér. Meg általában az ilyen 800 km fölötti fuvaroknál szokott annyi időd lenni, hogy még aludjál egyet is, hogyha úgy jön ki a fuvar. De vagy ti most ilyen vakvezet világtalan? Így van, így van! Jobbra neked nem volt szürke az a kis kanyar, Tini, mert nekem de. Igen. Felfedezhettük volna azt is. Ezzék útra menjetek be. Hát voltunk kettőben, jó? Oké. Akkor le is maradt. Én megyek ki biután már 19%. Nekem csak annyi van felfedezve. Az jó. Jó, van már lejjebb ment, már csak 730. Sokkal közelebb. Vattok. Sokkal közelebb. Nem annyiról indultunk. De. Visszamentek az elejére. Kerültek együtt először is. Mi újra kezdtük Tibával? 600 kilométeres fuvar már 800-nál járnak, az még lenyerénése járnak. Eljöttek, eljöttek 800-at, az még 1000 vissza van. Nekünk meg... Na, várj, én megyek elő, majd eltévedek én is. Nálam már világosodik. Állunk meg, mert egyszer le is mentem. Azzal nincs baj, itt is világosodik a kilométer nehezebb, hogy... Nem is az hiba javító írdát. Majd próbálj meg tudod, hogy nem számom visszafele. Mert a hiba javítóval lehúzzuk ott a urat, hogy ne látsz, hogy... Kell ilyen shortcutot keresni, rövidebb lesz. Most mondj. Gyere gyorsabban! De Magyarország fele gyertek, ne Olaszország fele. Áj, olyan vagy, már most még veszed el. Ez amúgy is szürke volt ez az út, úgyhogy. Neked. Igen. Na, nekem is az volt, és az is maradt. És akkor most a fotópont az nektek meg lesz, vagy nem lesz? Persze, visszamegyünk innen. Tehát akkor még 700-at ráteszünk, tehát ugye akkor ez 700 kilométer. Hát tényleg ez ennél tartunk. Közben a Suzika kiabál itt a fülemre, hogy húzzak már balra. Kicsoda? Suzi. Angol nyelvű GPS.
Hiába, Duda, azt nem ahi vagyok, nem megyek odébb. A Zulu elé bejött egy fehér. Azt honnan jött oda, mert nem hagytunk el senkit. Senkit, pont ezt akartam mondani, hogy nálunk nem volt ahi sehol. Ugyan, nyomod? Ugyanúgy, ahogy a busz rám teleportált a kijáratnál, amikor jöttünk ki a helikopterrel a telepről. Rám rakta a játék a buszt. Úgyhogy odébb baszott. Normális. Hát szerintem előre látó, hogyha a repülőben megjönnek az utasok, egyből tudja tovább vinni. Egyébként Rojnál is az volt a baj. Oda teleportált és nem meg. Nem, hát én mentem ott a kamion mellett, és egyszer csak sorolt kifele, mikor mellette voltam. Nem is volt kamion. Bevallhatod, hogy szürke volt az út. Hallucinálok. A saját pótját láttam. Ja. Fotóhatatlan. Hát beszéd helyett lekapcsoltam az előbb a lámpát. Meguntad. De ne húzz rám! Konkrétan. Egy ajt kilöktem! Ez a legjobbakkal is előfordul. Velünk meg pláne. Befénykedtem előttem a hajt. Ezzel a sok sávos út azért kicsit úgy összekócolták a szoftvert. Hát itt nincs is sok sáv, kétszer-kettő. Nálatok. Keresztelőrésben vagyunk, hogy van itt egy 8. Azt hittem átmentetek az ATS-be. Annyira kerültök. Figyelj, a kompozunk. Másik kontinensre kerültetek. Nem a helikopterrel kell menni, gyerek. Már promócon vannak. Szép volt. Ezt gratulálok, aj. Húzódok be a külső sávból a középsőbe, úgyhogy nem volt előtte senki. Fokásuk. Ezt akit honnan előtt szívt? Szerintem Tibi mindjárt elhagyja a helikoptert, elég géremet. Ajaj. Na de jó, most ki kell menni a francba. Ja, Dusteres meg nem akar menni. Várja Tibi, válma, itt megyünk kifele. Jó, látom. Na, Pridjesz Balakot! Rám mész? Budapest. Bátor. Gyere, Pridjesz, fogjuk közre. Szendvics? Aha. Zulu azt mondja, megvárja, mi lesz belőle, mert ő van hátul. Ez a Volvo itt megállt. Zöld kocsi lepattant róla, miközben kijött a benzinkútról. Ja, ezek ilyenek. Kihajtáskor nem láttak minket. Szerintem amúgy sem. De ja, valószínűleg nem bucsak. Úgy tele vagy maradom a pasom. Megint 70-es tábla volt, előtte meg 50-es. Ja, én meg végzőrgettem a hang. Meg csak 80-as van, mi? Ebbe, hogyha végeztünk, azért még egy fuvart elviszünk, mint Rolyi bejönnek, nem? Jaga. Addig... Rendbe megyünk meg, majd integetünk. Csak... Visszahozunk egy repedet. Nekem nem lesz annyi pénzem abból a fuvarból, amennyi a javítás lesz.
De ahogy nem, a csicskáik csak dolgoznak. Tükrön mész, hogy mi? Ja, csak már 85%-ban le vagyok amortizálva. Az igen. 85. De sok a tengely, az a baj. Ez összeérne. Az a baj, de Volvo utálja a Scaniát, azt állandóan leszorítja. Féltékeny le. Hát nem tanulsodott meg át egy Volvo a vizé közepén. A pavótája, úgy lehúzták, kanyarba öröm volt nézni. Viktor, nagyon szépen köszönöm feliratkozást. Hello, hello, szia, szia. Szia. Fényképező meg rága fotókat készítem. Pár kilométerrel előtted. Mindkét lábam a gázpedálóban. Jó, törjél az utat. Délelőtt a Forma 1-ben úgy fékeztem, mint a Pók, az összes minden 8 lábam féken volt, hogy megálljak. Tudod, a Leslie nézem, azt egy kiszek keményben, amikor a lábujjaival kapaszkodott, mi a... le ne essen. A trepni szélén én is van, amikor úgy nyomom, ahogy hívják ott a gázt, hogy még a lábam múlja is görcsbe állnak. Pékezünk, kanyarodunk. Mi nem? Pasó, nagyon szépen köszönöm a 100 bitet, köszi. Csoké. Vezetés közben. Nem én voltam. Közelek a Hyper vonal. Hype. Ja, ez nem az. De. Na, 458-nál járunk, ti? 278. Most miért állottad el? Kevesebb kellett. Roy, nézzél valamit itt a mezőkön keresztül, az egész az érintbe. Kellett volna mondani, vagy 800-at. 67 kilométer. Hát azt úgy csehízi-e. Én még, ha megállnék innen, én meg tudnám oda, ott vagyok a célba, jó? Tehát... Én is. Szegény kutya, gyalesk a feje. Annyira rászkódik. Aha, itt a kanyarba, hogy lehajt. Vigyázzatok mögött, még van egy agresszív rendőr. Kétszer jött neki a pótnak. Próbáld megbüntetni, de nem hitted el. Ki van kapcsolva, hogy nem fog sikerülni neki. Azért. Csak próbálkozom tovább nyugodtan mi. Jaj, sok lesz az a kanyarba. Fogta magát és fogott magának egy furgont egyébként. És passz meg, bejön elém a gyökér. Ez egy szituáció, igen. Volt. Igen. Volt nálad, és figyelj, most elém bejött a busz, most vissza kimegy.
A személygépkocsi is bejött elém, azt azért mentem, hogy hívják vissza a modát. Igen, Perezbe behúztad, és ugye amikor én mentem volna, ő meg telibe fékezett. Úgy... Ó, Backi, bocsi. Megvárjuk azt, hogy nem, semmi baj, tehát elkerültük azt, hogy puff legyen, úgyhogy... Itt is áll a másik oldalba egy autó, de hogy miért, azt nem tudom. A belső sávban ráadásul. Váltófutás van, azt várja. Ja, értelek. Na, itt meg a hogy hívják be, itt meg a belső, és a külsőbe áll egy... Mi valami kalandparkba jártok? Vigyázzatok, rendőr, vigyázzatok! Igen, kalandpark, ja, ez egy ilyen Survivor-ös út. Mi itt van? Ezt nekem meg Tibi bának. Meg ahogy hallom Zulunak is. Ja. Ja, Zulu itt van mögöttünk már. Hát, de ő meg amortizálva van. Nem baj, van nálunk kötél. Hát Pritjes fizeti a számlát. Majd a vonatás díja. Semmi közöm hozzá. Szia Krisztin! Hello, hello! Na, eltűntél? Hát... Mi történt? Na, én is agresszív lettem, mert ledudáltam a rendőrt. Ez az. Ez az. Tudom, mi a baj. Előre pörög a hátsó kereket. Mire kaptam föl hegyes anyát? Kerékanyát. Az a baj, hogy a hátsó kereket. Nekem meg olyan nincs. Nem mondja senki, hogy ne legyek kemény. Anyámmal ülök, babettával járok, macskám van, ne is legyek kemény. Csak hogy a keménység. Ha olyan jöttek, akkor fejétek meg a ternet, dobtam neki kaját. Lopattam a rendőrótól a pótomról. Na, Pécs fele vagyunk. Pécs? P mint Péter. Pécs fele nem sok munka, ja. Hát mint alul megyünk el. Így van. Máshonnan közelítünk az országot. Pécs felől mentünk. Nem ötösen vagyunk. Hát elhiszem, hogy utána meg pihenés. Itt is áll két autó, nem tudni miért. Ja, nem a rendőr büntet. Nem, a rendőr büntet, jó. Maradhat? Miért álltál meg? A szűk a kanyar! Előttem is megálltak. Hát elhiszem, Krisztin. Jajajaj. Jaj. Hát kávé. Viszont megállok. Megálltunk. Jaj, parkol itt voltatok, mert nálam sárga, gondolom, igen. Persze. Oké. Okay. Mi pisíti sárgára? Láttam olyat, hogy zöldet húgyoztak. Gyere, én csak Fritz, kidöntöttem a táblát. Én olyat láttam, hogy kéket pisílt a kollega. Kiderült, hogy fogat mostak, és annak volt a színe. Nem. Kéket? Sokkora a szót él? Festették kék. Elgé, vagy? Nem. Lejött éves vizsgát tartani. A kollega. Ó, köszönöm szépen, Tibi. 100 bitet, köszi, köszi. Lejött a kollega éves vizsgát tartani, és hát... nem igazán szívvelik azt a fajta őt, mint kollégát. Mert visszaél egy kicsit a hatalmával. És ő mondta, hogy egy kicsit szarú van, meg minden, mondták a srácok, hogy... Semmi ezt gond. Kötünk be infúziót. Kötöttek is be neki infúziót, 6 darab furoszemid, de... Az éppen... a kék. Amiatt lett kék, igen. Tehát a furon az vízhajtó hatása van. Úgyhogy kapott a fél literes tasakba 6 ampullát, úgyhogy onnastól kezdve a WC-t járt a folyamatos jelleggel. És ma a végén már kékeset. Bunyolt olyan szinten. Kihajtotta belőle a vizet.
Nem, többet nem is jött ide hozzánk éves vizsgát tartani. Elromcottátok a buliját? Elám. Nekünk már csak 710 km. Igen. Ez még belém hajtott ezerrel, tehát így a pótkocsi vége még, tehát nem értem ezt az időnek. Ami a szinkron. Szingőből csinál mókákat, de nem ennyi. Hát igen, főként szerintem engem szinkronizál, de hozzám közel eső dolgok. Tudom, de legközelebben jobban figyeljél, légy szíves. Milyen cuki szalma iglu? Bezony. Kamionba belehajtott az alj, utána a kamion előre ment, az pedig a keresztbe villogva álló narancsárgát ment neki. A szép. Azt én fordítottam oda azt a narancsárgát. Ne jöjjön alá. Az csúnya egy jó szág volt ott. Az a narancsárga. Nem azóta baj, azóta baj, a terrautó megállt a pirosnak. Én meg nem. Hát nem férnek el még. Szia Zsolti! Hello, hello! Szia, szia! Szia Zsolti! Tibi bácsi, nagyon le vagy maradva? Nem. A kilométerben az mit jelent? Két hely van közöttünk. Ja, hogy az 30 km? Nem. 27. 27. Na, a harmadik a... számot is mondjátok be. Vagy a negyediket. Kettő. Kellett neked a ruj után menni? Látod? Még van. De vagyunk maradom, de borra való. Mert mi Tibi bácsival különzködünk. Nem, jó, hogy nem ismeri a térképet. Ja, nem pofázott gyárs a fülemre, ez volt a baj. Hasonló eltűntél a térképen. Igen, már itt vártam, hogy ez az autó elmenjen, de nem ment el, úgyhogy most a járdán keresztül mentem át. Tudom, hogy ez rendőr? Hat. Felfékez. Piros lámpa még álltam. Vigyázzatok, az út közepén megint rendőr van. Ez itt a Cobra 11. Ungarise. Én is arra agresszívoskodok itt, mert van előttem egy kék kocsi meg a rendőr. Én már pasót látom. Az előbb feltűnt a térképen. A járdán? Aha. Mindjárt utolérjük. Órák kérdése.
Az Porbite. Ó, Ártánnál megyünk ki, igaz? Vagy Aradná? Ahol kiengednek. Na, igen, még vizsgálnak is, tessék. Na, tudják, hogy te dealer vagy. Olyaj, kutyával minden nap. Én már ismerős vagyok erre, úgyhogy remélem békén. Ja, ez a gumikesztyűs ember. Nem, megvolt. Megvárjuk Prügyest is, meg Tamást is? Persze. Ja, baj. Meg szerintem lehet Pasót is be kéne várni, és akkor megyünk tovább. Ha nem lomjátok jól. Én már itt vagyok, úgyhogy mehetünk én fel velem. Ti most mindegyőket megmérnek? Igen, ha utána jöttetek, igen. Ez valami új ízé, nem? Mert eddig nem volt igen. Ilyen. Igen, igen. Már két frissítés óta benn van. Gyere, Tibi bácsi, kanyarodjál. Fogom a sort. Vagyok. Csak jövő, menj. Gyere, menjél. Tartom itt a sort. Én ilyen BMW-sen álltam be. Igen, látom. Gondoltam, hagyok helyet kikanyarodni előttem. Múltkor láttam képet, hogy volt keresztbe fölfestve egy hely, de oda se sikerült beállni neki. Virágzik a repcet. Hogy lekapcsoltam itt a pót. Ugye itt lesznek bolyék is szerintem, akkor várjuk össze a csapatot aztán, hogy indulunk tovább. Előttem a levegőbe felpattanva ötször átfordult egy autó, és keresztbe megállt a szallagkorlát és a középső sáv csíkozása között. Szerencsétlen, minek mentél a külső sávba, amikor a belsőbe mennek a kamionok? Milyen szépen lekanyarodott, igaz, Tibi bácsi? Az megoldotta. Index jobbra vagy balra, azt már rántotta is be. Úgy ment, hogy az öreg bringások? Igen. Még azt sem mondta, hogy pisálok, azt jobbra vagy balra. Eltudottak a kamionom sárnak. Mit mondjam, okokózás? Menjünk már főtorlódót, hol jöttünk az összes kamion. Hollandra. Na. Átmentünk a Tiszán. Nagylak. Menjünk Tibi, mert még előbb odaér Roy meg Tibi van. Ó, itt is balhé van. Istenem, nagyon jó ez a játék. Egyre jobb. Ugye? Leállósába el tudjuk kerülni. Szembe a forgalom, a kis autó. Nagyon jó. Rendben, köszi. Úgy az tényleg, hogy került ide az a szembe kocsi? Az a kicsi? Ha valaminek neki ment, megfordult, azt úgy maradt. Nem kihagytam az egyik vizsgálatot, mert tiltott határátlépést kaptam. Hoppá, hoppá.
láttam, hogy hova kell menni, nem tudtam, hogy... Hát, de figyelj, csak pedig Unión belül vagyunk zöld határban. Hát, most már... Jobb legszélső sávba kellett volna. Hát látjuk, hogy a hányába vagyunk? Utána volt egy ilyen... Van ott valami mérő, vagy nem, a bánat ott a... Nem, még előtte van egy hét. Még előtte is. Be is meg kell menni. Jobb oldalt mentem, de nem a legszélsőbb, hanem a mellette lévő. Igen, igen. Hát ott valahogy került ki őket, pasó vagy. Romontusban. Ha! Beszpónod 81 kamion, és neki ment a személyautóknak, és föltolta a sort. Hihetetlen. Jellag volt. Aha. Szerintem most spónolt be, amit mondott pasó. Szerintem az ért ide hozzánk. Valószínű. A cunamia. A cunamia. Van fel a középső szallagba, izé. Kocsi. Nagy lak. Kelebia? Ez a Farming Simulator szintjére emelkedni ez a játék. Úgy van. Legalábbis az online rész az nagyon tré. Meg kell próbálni azt a szervert, hát volt jobb. Tudunk változtatni, hogy hívják van is. Nem megyek olyan szélre. Kell menni arra izére, ott nincs. Teljesen a jobb szélre menjetek. Nincs a jelezte, mert... Ja, de te nem kaptad, hogy jó. Nem szóltam. Ki tudod kapcsolni az ajt teljesen? Hoppa, ha csak nem figyeltem az útra. Csak az ég a csáza. Az olyan lenne, mint a pornófilmet rádióba hallgatná. Ott van a Trucker Szempi, mehetnénk ott is. Azt a pár játékos kell túlélni, aki elmegy melletted 150-nel. Rosszabbak, mint az hát. Volt, hogy több fuvaron keresztül nem találkoztam senkivel. Nagyon izgi volt. Annó volt olyan, hogy... hogy is 2000 kilométeres fuvart vittünk, már majdnem odaértünk. Egyszer csak hátulról egy személyautóval az ökörállal belém, úgyhogy lerökítette a kamiont az útra. És ott az éve a fuvaron. Hát az lett volna, aki felügyeli a játékot, hogy minden rendben legyen. Azok járnak személykocsival. Utána kibannolnak téged, mert béna vagy. Jó, Tibi. Hello. Ajaj, fák közé mentem. És mondtad, hogy van a fák? Igen, Tibi egy kicsit elhúzott előlem, és laggoltam. Jó. Világít az aksi, az jó? Az mindenki jó. Nem zúg a szekér. Az akkor rossz, hogyha elektromos a kamionok. Tényleg olyan is van már. Jövő bácsi, itt kéne egyenesen majd menni a szalag korláton keresztül. Á, és akkor levágtuk azt a pár... Úgy, így van, és akkor légvonalban már ott vagyunk.
Az biztos. És 0 euró és 0 TP, mert úgy leamort. Minuszos lenne a számla. Kb. Fizettek. Ha most látod zöldre a lámpa, akkor ti milyen színű mentetek át mind? Nekünk is zöld volt. Szinkrohiba, tudod, pasó. Szinkrohiba. Ága vagyok. Ezt hívettem. Ez olyan, mint amikor a múltkor az egyiknél töknél esett az eső, a másiknál meg nem. Az az igazi szinkron, nem? Az az szinkron, nem? Uh-huh. A bótot, lámpát, de az útra koncentrálok, nem figyeltem a lámpát. Ez az. Ez az. Lámpa, milyen lámpa? Az egyik ismerősömet is megállította a rendőr, azt mondja, hát maga nem figyeli a lámpát, meg a táblákat. Hát én az utat figyelem, és ilyetek az unokáimhoz. Ennyi. Igaz lett volna szép, hogyha a sminkes tükrét adta volna. Ja, maga is kollega? Maga gyorsan hajtott. Siettem biztos úr, hogy hamar ide érjek. Na, talán mire odaérünk, addigra be tudnak majd parkolni. Mit szólsz az a Tibi bácsi? Gondolod, olyan sokáig parkolunk? Hát figyelj, 10 kilométerre vagyunk. 7. 6. 1. 2. 1. Puk. 0. 2. Azt írja, hogy 58 és piros. Az mi lehet? A különbség. Ruletten is csak 36-ig van. És a nulla a zöld? Nem a fekete? Nem, nem a nulla a zöld. De most a nulla az zöld, vagy a zöld az nulla? Én is úgy. Tojástyúk volt, nem? Akas. Jó, nincs kávé. Reket volt, de... Kappan volt, nem hallottátok, hogy kappan volt? Levágtam. Ivart rajtott kakas. Megették pörköltnek a herejét. 90 szint. Az komoly. De mit kell bejönni az olajosokhoz? És ne? Itt megy a Volvo kamion. Ó, nézem, már trailerem van. Bocsi. Hát célzás volt. Értek el, ahol jönni fog a vonat. Hurrá! Na most egyébként ez a vonatos dologgal mindig, amit hülyeséget, amit küldött Nedi, nekem az ugrik be. Amit itt megosztotta a csop, vagy a chat falon. A mávószer, nekem az, de az sírok rajta. Tamás, neked is oda a túlsóhoz kell, vagy ide, ahol Pritjesz van? Én ide állok szélre csak. Még jó, hogy kapu valahogy hívják a vasúti átjáróba.
Az épület oldalánál sorakozunk. Kívül vagy belül? Belül. Kívül vagy belül? Épületen belül van sorakozó. Melyik oldalának? Belszolgálati asztalnak. Ja. Melyik? Itt, jobbra, balra, balra, balra. Jobbra, balra. Neked jobbra vagy neked? Másik jobb. Ittem szemből jövök. Csak szép munka lett. Már gyorsan elszaladok. Okay. Lehet, hogy Roynak meg Tibibának sorfalat kéne állnunk. Mm-hmm. Hogy végre beértünk? Köszi! Hol álltatok meg? Hát így most több tapasztalati pontot kaptok, nem? Mert kétszer annyi kilométer volt. Úgy. Félek tőle. Attól én is. Fölérje. Á, jó van már. Azt mondja, motorhiba. Mi? Neked. Az Káni, előfordul. Mindenki Scaniával van. Nem, mi kamionnal jöttünk. Na, ez a rasszizmus csúnya dolog. Az lehet, de van rá igény. Egyébként, ha megfigyeltétek az összes kamionon, ami kamion, van egy felségjelzés, egy ilyen koronás madár. Ennyi. Milyen koronás madár? Hogy az félreveszél, ma van a születésnapja, van, be van ittba. Nézzél oda? Ott a koronás madár. A live-ba lehet látni, ott a koronás. Jó, azt majd. Jó. Tehát itt a felségjelzés. Von bele például a kérdbe. Bio. Mindjárt jövök. Well, hova álltatok meg? Itt a balra. Jobbra, balra. Balra. Vigyázz a duszok, vagy miért van arca a pepe? Igen. Nekem az elejéig van a felségjelzés, én szégyellem. Hát csak akartam mondani. Így volt hely. Még nem volt annyi fuvarja, hogy vegyen egy kamiont. Nincs benne rükvert. Hát de, vettem már. Van egy 18 millió darab Scania is a garázsomban. Még a lánynak vége nem lesz, utána még azt felgyújtom az összeset, mi? Nem, vettem, mert ahol én mindig elfelejtem, hol gyártják. Ott melyiket? Is a garázsban Scania van, meg azt hiszem van még két garázs, ami csak Scaniás. Magyarországon meg van egy olyan garázsom, ahol csak az van, ugye a négy tengelyes Scania is, Merci is, meg Volvo is csicskáknak. Az a Stockholm. Nagyon szégyen látatok, nem férnek rá a képre. Stockholmban van a garázsunk, mert ahhoz van közel az a Schröder tej. Nem mozogja a Pritjesz. Vagy most mit csinál? Egy helyben ülök, nem csinálok semmit. Hát akkor kigurult a kamion.
Ilyet láttunk nálunk is a lakótelepen. Húztam volna meg a kéziféket, nézze már meg, hol állsz a remény. Tudjuk be, hogy melyik az. Na jó. Na, hát ez így. Csináltam jó néhány fotót, úgyhogy majd lököm felfele. Oké, rendben van. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak, hogy itt voltatok, és kis közös gurulást sikerült megoldanunk. Köszönjük szépen, mi is köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen. Köszönjük. Úgyhogy... Hát ennyi fér van a mai live-ba. Legközelebb találkozunk pénteken. Addig is mindenkinek további szép estét, jó éjszakát, sziasztok! Sziasztok, jó éjszakát! Hello, hello! Hello, hello!